Frissítő nyári záporban végezték a gyakorlatokat hétközepén a Mátészalkai futballcsapat játékosai. Az elmúlt évekhez képest most jóval korábban munkába állt az együttes. A labdarúgóknak csupán másfél hét pihenés jutott. Igaz, ezért ők tették a legtöbbet. Az MMTK az előző megye egyes idényt a második helyen zárta, miután azonban a bajnok tarpa nem adott be licenckérelmet a harmadosztályba, a mátészalkaiak játszhattak osztályozót, az pedig mindkét meccsen győzelemmel abszolválta a gárda, így feljutott az MB3-ba. A csapat élére a debreceni klub legendát Sándor Tamást nevezték ki, miközben az egyesület már 4 új játékost is szerződtetett, de lehetnek még változások a keretben. Nehéz helyzetben volt az egyesület, mert osztályozót kellett játszania, és abból a szempontból a srácoknak se volt valami sok pihenőjük, tehát másfél hetet pihentek, és hát ez alatt az idő alatt kellett regenerálódniuk. Így a vezetőknek se volt nagyon sok idejük arra, hogy a csapatot hirtelen meg tudják erősíteni. Ráadásul nem is tudtak készülni menet közben, mert nem tudták, hogy most ebből MB3 vagy marad a megye első osztály. De 3 játékos már tudtunk igazolni megfelelő posztokra, és plusz még egy kapussal is bővült a társaságunk, és valószínű még, hogy a közeljövőben meg tudunk játékosokat igazolni. Vannak még olyan pozíciók, amikre jöttek próbajátékosok, és abból megpróbáljuk a legjobbat kiválasztani majd. Sándor Tamás és az MMTK vezetősége nem csak gyors állomásként tervezik a harmadosztályt, szeretnének stabil tagjai lenni a mezőnynek és kivívni a bennmaradást. Én azt mondtam a vezetőknek is, hogy egy türelmes, normális építkezési folyamatot kell célba vennünk. Ennek az első állomása valószínű az lesz, hogy a biztos bennmaradást elérjük. Nem szeretnénk ezt az utolsó pillanatokra hagyni. Nem tudjuk még jelen pillanatban, hogy milyen erőt képviseltünk az MB3-ba, de igyekszünk a legjobb tudásunk szerint teljesíteni, és az MB3-as tagságunkat megőrizni. Az MMTK ezen a hétvégén Debrecenben a Deac ellen játssza első felkészülési mérkőzését, majd egy héttel később a Szatmár Németi érkezik. Az idény előtti utolsó edzőmeccsre pedig még keresi a megfelelő ellenfelet az egyesület. Bár pontos sorsolás még nincs, az MB3 észak-keleti csoportjának első fordulóját várhatóan július utolsó hétvégéjén bonyolítják.